Bárkivel fogadni mernék, hogy a legtöbb bírságot az autósok a szabálytalan parkolások miatt fizetik. Ezért úgy gondoltam, hogy három filmben feldolgoznám a legismertebb várakozási szabálytalanságokat, megpróbálnék ezzel is tanácsot adni, és természetesen nem utolsó sorban egy kis pénzt spórolni az autóvezetőknek. Három téma lesz, az egyik a kijelölt rakodóhely, a másik a mozgássérült parkoló, és végül, de nem utolsó sorban beszélni fogunk a járdán történő várakozásról is. Pető Attila vagyok, hívjatok csak Kressz professzornak, ez a Kressz TV legújabb sorozata, amiben a várakozási szabályokról beszélünk. Szerintem, aki autózik, mindenki találkozott már ilyen jelzéssel. Úgy hívjuk, hogy a kijelölt rakódóhely. Felül egy várakozni tilos táblát láthatunk, alatta pedig azt a kis piktogramot, ahol egy emberke tologatja az árut éppen a teherautó felé. Sokan nincsenek tisztában, hogy pontosan mit is jelent ez a jelzés, és hogyan kell alkalmazni. Nemrégiben például egy pizzafutár írt nekem, hogy ilyen táblánál állította le az autóját, felszaladt a harmadik emeletre, összesen 2 perc volt az egész, amíg a pizzát leadta, mire visszajött, ott volt a szélvédő alatt a büntetés. Egy másik ismerősöm pedig azt mesélte, hogy nem volt hely az úton, ezért ilyen táblához állt be, mert várta egy ismerősét majdnem 1 órán keresztül, és nem kapott büntetést. Hogy lehetséges ez? A válasz, a megoldás a felső táblában keresendő, aminek, mint mondtam, az a neve, hogy várakozni tilos. Márpedig várakozni tilos táblánál egy jármű biztosan nem lehet, amelyik üres és be van zárva, és nincs ott a vezető. A kijelölt rakodóhelyen egyébként bárki tartózkodhat, abban az esetben, hogyha a járműnél van. Természetesen az ilyen táblákat elsősorban üzletek, éttermek, kisebb üzemek elé szokták elhelyezni, ahol jogos az az igény, hogy az áruszállító jármű fel le tudja pakolni a rakományt. Ezért számukra prioritást élvez ez a jelzés. A Kressz is úgy fogalmaz, hogy más járművel, hogyha itt tartózkodunk, azonnal el kell hagyni a helyet, hogyha oda áruszállító jármű érkezik. Ezt pedig csak akkor tudjuk megtenni, hogyha valóban a vezető a járműnél van. Ugyanakkor nem árt azt sem tudni, hogy az áruszállító járművek is csak a folyamatos fellerakodás idejére állhatnak ide, és, még egyszer hangsúlyozom, a vezetőnek valahol ott kell lenni. Nem jelenti azt, hogy az autóban kell ülni, lehet a kocsi mellett, támaszthatja azt, lehet a közelében. Egy a lényeg, hogyha bárki oda jön ellenőrizni ezt a járművet, a vezető kéznél legyen, ha szükséges például arrébb tudjon állni. Itt az egyik bolt előtt egyébként találtam egy érdekes jelenséget, hogy valaki a szélvédő mögé kiírta azt, hogy a boltban bent vagyok, és ha szabálytalan lenne a járművem itt, akkor értesítsenek. Hát el kell mondanom, hogy szabálytalan ez a jármű itt, pont azért, mert a vezető nem az autónál tartózkodik, hanem a boltban van. Tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy a kijelölt rakodóhelynél csak olyan jármű lehet, ahol a vezető ott van, tehát mindenképpen szabálytalan az, aki bezárja az autót és ott hagyja. Egy érdekes forgalomszervezési problémára azért felhívnám a figyelmet, mert például ezen a helyen a tábla mellett elhelyezik a sárga szaggatott útburkolati jelet a Járda-szigeten, ami önmagában várakozási tilalmat jelent, mondván, mint egy megerősítve a táblát. A gond ezzel az, hogy a legtöbb kijelölt rakodóhely esetén találhatunk távolság és időkorlátot, ami azt jelenti, hogy a tábla csak ezen időszak alatt érvényes, tehát például ez a bizonyos áriszállítási lehetőség ekkor áll fent. Az időszakon kívül viszont bárki bármilyen okból itt tartózkodhat, akár bezárhatja az autót és ott is hagyhatja. Természetesen, hogyha a sárga vonal fel van festve, magában az útburkolati jel ugyanakkor tiltja a várakozást, tehát én ilyen helyen nem tartom szerencsésnek az ilyen felfestést. Még egy dologra felhívnám a figyelmet, hogy egyre több helyen látok olyat, hogy a tábla alatt a 7 napjai megjelennek, fekete, illetve szürke alapon fehér betűkkel. Ez azt jelenti, hogy a fekete alapon lévő betűk esetében él a tábla, míg a szürke például szombat-vasárnap esetében olyan, mintha ez a jelzés itt sem lenne, tehát nyugodtan a járművet ott lehet hagyni. Vigyázzunk azonban,
hogyha nincsen ilyen nap megjelölés, a tábla hatája hétvégén is érvényes, hiába mondanánk azt, hogy a bolt hétvégén nincs nyitva, ilyenkor egész héten az időkorlátozás alatt a jármű otthagyása nem szabályos. Tehát még egyszer, a kijelölt rakodóhelyen ne hagyjunk ott soha üresen bezárva járművet az idő és távolság értékeken belül, mert bizony egy vaskos büntetést kaphatunk ezért. Következő filmben a mozgáskorlátozott parkolóval fogunk beszélni, ami a legtöbb fejtörést szokta okozni az autóvezetőknek. Köszönöm, hogy velem voltatok, köszönöm, hogy figyeltek, gyertek legközelebb is!